Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 14-ére lesz egy találkozás. Ez a találkozás fontos számodra, hiszen érzelmekről van szó. Ez lehet a lelki társad vagy társnőd, vagy valaki a családból, vagy egy ismerős. Érzelmekről lesz szó, de milyen érzelmekről? Kellemes, meleg érzés, teli szeretettel. Ez javít a kapcsolaton. Ha szerelemről van szó, akkor ez egy új irány, egy új kezdet a párkapcsolatot illetően, közelebb kerültök egymáshoz. Viszont, ha ő megsértődött, vagy te sértődtél meg, és érezhető a harag, és kimondjátok ezeket az érzelmeket, beszéltek olyan dolgokról, ami csalódás volt a múltban, akkor itt félreértések lesznek. Nem fog javulni a helyzet, hiszen vagy te húzódsz vissza, vagy ő húzódik vissza, sőt, ez elfajulhat odáig, hogy szakításra kerül a sor. Tehát ügyelj az érzelmekre, ne a múltról beszélj, hanem reménytelien a jövőről. Hanem tele reményekkel beszélj az érzelmekről, a találkozásról, az örömről és a jövőről. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Venderá!